az Erasmus Plus projektben elkészített fejlesztésünk tulajdonképpen egy idős gondozással kapcsolatos tananyagfejlesztés volt. Itt a célcsoport az idős gondozók voltak elsősorban, valamint az projektben résztvevő időskorú emberek. A cél az volt, hogy egy sztereotípiát változtassunk meg, hogy az idősek nem tudnak informatikai eszközöket használni, illetve megpróbáltunk segíteni az idős gondozóknak abban, hogy hogy tudnak korszerű informatikai eszközöket használni a munkájuk során. A digitális eszközök túlzott használata nem szorítja ki az idősek személyes kapcsolatait, átalakítja, esetleg megreformálja azokat, hiszen a kapcsolatuk a gondozóikkal, a családtagjaikkal természetesen továbbra is személyes marad, sőt, a digitális eszköz használattal még szorosabbá válik, hiszen folyamatos tud lenni. A résztvevő partnerek között szerepelt Anglia, Írország, Spanyolország, Franciaország és Magyarország. Természetesen voltak hasonlóságok és különbségek a projekt során, hiszen a különböző országokban különböző törvények és különböző szabályok vonatkoznak az idős gondozásra. Mások az anyagi lehetőségeik, mások a feltételek. Egy biztos, hogy mindenhol az idős gondozásban kevés a szakember, tehát ez az, ami közös volt. A különbség nyilván az anyagiakban volt, illetve az idősek egészségügyi állapotában. A projekt legnagyobb eredménye, hogy megismertük a különböző országokban az idős gondozással kapcsolatos problémákat, illetve sikerült összeállítanunk egy olyan eszközparkot, amivel az idősek betegségét nyomon tudjuk követni, gyorsabban tudják az orvosoknak lejelenteni, és nem csak a fizikai, hanem a mentális állapotukban is tudtunk segíteni nekik. Mi a webfejlesztő csapattal egy többnyelvű projektmenedzsment platformot fejlesztettünk ki, és az volt a célja ennek a platformnak, hogy minden egy helyen legyen megtalálható, és ne kelljen mondjuk e-mailekbe bogarászva megtalálni az információt, hanem tényleg egybe legyen minden. A projektünk jó példa lehet arra, hogy sok szakma képviselői, ugye pszichológusok, gerontológusok, informatikusok, fejlesztők, szakképzésben dolgozó tanárok hogyan tudnak együttműködni és hasznos dolgot létrehozni, aminek valóban elődjeit élvezheti az idősek korosztálya.